Az emberek érezték ezt a gondoskodás szeretetet, remélem, hogy érzik ma is. Ebben csak megerősítettek, amikor még a cédulaszedés előtti időszakban egy helyen ellettem, sikeresen meglett a kisborjú, őt idős bácsi segített nekem, és az egyik azt mondta, hogy doktor úr, nem magának kívánom adni a cédulámat. Én kérdeztem, János bátyám, nincs velem megelégedve, nem tiszteljük egymást? Azt mondta, igen, én szeretem, tisztelem magát, de önre elsősorban akkor lesz majd szükség, amikor megint a borjú, a tehén nem tud megelleni. Számomra ez akkor egy szavazással ért fel. Valamint a hazafias választási koalícióról. A koalíció a Népfront égisze alatt úgy jött részre, hogy magába foglalja a szakszervezeteket, a népművelőket, a kertbarátokat, a nagycsaládosokat. Ezeknek a közös programjából, platformjából jött részt a hazafias választási koalíció. A koalíció szabadságot ad a benne induló képviselőknek, hisz, mint én is mondtam, soha semmilyen pártnak a tagja nem voltam. A koalíció függetlenként indítja képviselőjelöltjeit, semmilyen párthoz nem tartozunk, és úgy döntünk, és úgy szavazunk majd esetleges megválasztásunk esetén az országgyűlésbe, ahogy azt önmagunk gondolatai megengedik és lehetővé teszik. A programok felsorolása közül a szociális kérdésekről kívánok szólni. Az országos listán első emberünk lesz Kulcsár Kálmán, a jelenlegi igazságügyminiszter. Kulcsár Kálmántól hallottam, hogy a jövőbe cél kell, hogy legyen, hogy állampolgári jogon, alanyi jogon mindenki megkaphassa a nyugdíját. Nagyon fontosnak tartom, mert emlékszem arra a pánikszerű menekülésre, ahogy asszonyaink 1970-es évek felén elindultak és otthagytak csapot, papot, papát, mamát, állatokat, és menekültek be TSZ-ek nyomortanyáira, ahol most dolgozhat kolor, cipőfelsőrészkészítő, gatyagumikészítő. Sajnos ezeket a nőket 2-3 ezer forinttal fizették és fizetik meg jelenleg is. Ezek a nők otthon nem tudtak állatokat tartani, ezek nem tudták ellátni gyermekeiket. Öregjeiket napközikbe és öreg otthonokba zsufolták be, felbomlott a családi béke. A legdöntőbbnek tartom, hogy ma mindenki számíthasson 55 vagy 60 éves korában nyugdíjra, és akkor nem kell feladni az otthon gazdaságát, nem kell a családot megfosztani az otthon melegétől, és lesz újra gond a gyerekekre, lesz gond az öregekre, és talán a férjek is nagyobb szeretetre, megértésre találnak otthon. És még pogácsa is lesz talán újra. És hiszem azt, hogy az a termelőerő, itt az apára gondolok, aki ilyen környezetben él, dolgozik, az jobb termelőerő lesz majd az üzembe is. Ehhez természetesen olyan környezetet kell alakítani, amit majd a programban úgy érzem részletesebben kifejthetek. Köszönöm. Köszönjük szépen. Doktor... Nélkül. Bocsánat, doktor nélkül, úgy látszik ez a doktor lassan mániámmal kezd válni. Verkes Gábor, Magyar Néppárt. Lentiben születtem 1946-ban. Általános iskolai tanulmányait is itt fejeztem be 1960-ban. És ezután Zalaegerszegen a Zrínyi Miklós gimnáziumban érettségiztem. Egy éves katonai idő letöltése után kerültem az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészettudományi karára, és itt végeztem magyar történelemtudományos szocializmus szakon. Mivel lenti tanács ösztöndíjasaként tanultam, ezért ide is jöttem vissza, és 1970-től a lenti gimnáziumban tanítok. A Magyar Néppártnak a Veres Péter Társaságon keresztül lettem tagja. 1988. februárjában kaptam Pestről egy volt évfolyamtársamtól meghívót a társaság közgyűlésére, illetve összejövetelére. Mivel nem tudtam sokat erről a Veres Péter Társaságról, hát mondtam, elmegyek, megnézem mégis, miről van szó, miről beszélnek, és amit ott hallottam, a maga eléggé rendezetlen mi voltában is, de érzelmi túlfűtöttségében is látható volt, hogy társadalomban gondolkodik a Veres Péter Társaság. Jó lehet, zömmel a falu öregjei szólaltak meg a Belgrád rakparti Népfront székházban, de nem csak a faluról beszéltek. A parasság 4 évtizedes
elnyomorodásáról, főleg az otthon maradt öregek kilátástalan helyzetéről, a családok szétszűléséről, országos méretű kulturális leromlásról esett szó, és mondhatnám azt, hogy az egész összejövetel egy panaszáradat volt. És lehetett érezni azt, hogy a társaság valami új szervezeti forma irányába próbál alakulni, vajúdik. Én akkor kihasználtam a lehetőséget, és a felszólalók között egyedül ajánlottam azt a társaságnak, hogy alakuljon át párttá. Méghozzá mihamarabb, mert a szükségszerűen kialakuló magyar több pártrendszerben a pártok egy társasággal nem fognak leállni, se vitatkozni, sem pedig közös programot kidolgozni. Akkor én nekem azt mondták, hogy a Veres Péter Társaság nem akar párttá szerveződni, erre nincsen szükség. Ugyanazon év, tehát 88 novemberében viszont már az összejövetel a párttá alakulás követelésétől volt hangos. Hát bizonyos értelemben mondhatnám azt is, hogy én dugtam a bogarat a fülükbe, nyilvánvaló, hogy rajtam kívül aztán más is mondhatta nekik azt, hogy igen, a 9 hónapos politikai erjedés Magyarországon a néppártot is arra kötelezi, illetve a Veres Péter Társaságot is arra kötelezi, hogy átalakuljon. Tavaly nyáron aztán a Veres Péter Társaság magyar néppártá alakult. Olyan elődök nyomában, mint Veres Péter, a névadó, a társaság névadója, Illyés Gyula, Bibó István, Németh László, akik közül az utóbbi a minőségforradalmát hirdette már a 30-as évek végén, 40-es évek elején. Ezen a 89-es, illetve a 89-es összejövetelen, amikor a társaság párttá alakult, a nagy választmány tagja lettem, és ez év januárjában a nagy választmány összejövetele pedig a párt országos vezetésének tagjai közé választott. Röviden a párt programjáról csak annyit szeretnék mondani, hogy két nagyon fontos oszlopa van a néppárt programjának, az egyik gazdasági. Ez egyrészt azt jelenti, hogy a 4 évtizeden keresztül a mezőgazdaságból és a magán szövetkezeti szektorból az állami szektor irányába áramoltatott tőkének történelmileg itt van a visszaáramoltatási ideje. Ezt kell megoldanunk úgy, hogy lehetőleg mind a két népgazdasági szektor megtalálja a számítását. A másik, ezzel a tőkeátáramoltatási folyamattal párhuzamosan a szociális feszültségek kezelése, ezen belül a kis települések, a településeken pedig a család, ezen belül a nőpolitika a kiemelt programpont. Gondoljunk a Gyesre, a Gyedre, ez gyakorlatilag a Veres Péter Társaságba is tartozó és népben, nemzetben gondolkozó íróink, politikusaink már azóta, tehát a 60-as évek vége óta hangoztatott politikája, illetve programja. Köszönjük szépen. Egyetlen mondatot kérek. A harmadik programpontunk pedig az, hogy ezt az egész átalakítást olyan politikai hangulatba tudjuk végrehajtani, amelyben az egymással vetélkedő pártok nem ellenséget látnak egymásban, hanem partnert. Hadd tegyem hozzá, hogy múlt héten lentiben ilyen hangulatban sikerült ennek a társaságnak együtt ülni. Nagyon kellemes perceket szereztünk egymásnak és a lentieknek. Bízunk benne, hogy önöket is meg tudjuk ezzel ajándékozni. Elnézést a túllépésre.